január 1-én lépett hatályba a hulladékokról szóló új törvény, amely alapvetően új irányt szabott a magyarországi hulladékos közszolgáltatásnak. Több összetevője is van a folyamatnak. Az egyik legfontosabb, hogy az állam nagyobb kontroll szerephez jusson a közszolgáltatás tekintetében, hiszen a korábbi rendszerben szinte semmilyen rálátása nem volt a közszolgáltatók tevékenységére. Ennek keretében az új hulladékokról szóló törvény szerint a közszolgáltatás csak a új közszolgáltatási engedély birtokába lehet végezni, ezt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség adja ki ezt a közszolgáltatási engedélyt. Ennek előfeltétele, hogy legyen valamilyen hulladékgazdálkodási engedély a közszolgáltatónak, illetve készítsen egy közszolgáltatási tervet, valamint a legfontosabb, hogy legalább 51%-ban állami és önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkezzen közszolgáltatást végezni kívánó cég. Ehhez a folyamathoz kapcsolódik a kormány tegnapi döntése alapján a minősítésről szóló törvényünknek az elfogadásáról. Tegnap döntött a kormány. Ez a közszolgáltatókat minősíti, miután megszerezte az előbb említett közszolgáltatási engedélyt, a közszolgáltató minősítetnie is kell magát, csak ezt követően köthet szerződést a települési önkormányzattal a hulladékos közszolgáltatás végzésére. Ezt a minősítést, ezt az Országos Hulladékgazdálkodás Ügynökség végzi, és ennek a mérföldkövei lettek lerakva ebben a törvényjavaslatban. Mik ezek a mérföldkövek? Alapvetően hármas besorolásba fognak kerülni a közszolgáltatók, három minősítési kategóriát állít fel a törvény. Az első kategóriában lényegében mindenki belefér, tehát arra törekedtünk, hogy senkit se zárjunk ki a rendszerből, csak minősítsük jónak, kevésbé jónak, vagy éppen elegendőnek. Az első kategória az A kategória, ott csak az a követelmény, hogy rendelkezzen a főfelügyelőség által kiadott közszolgáltatás engedélye, tehát legyen terve, legyen valamilyen hulladékgazdálkodási engedélye, illetve többségi állami önkormányzati tulajdonban álljon. A minősítésnek egy magasabb kategóriája, ez az úgynevezett B kategória. Itt már az előbb felsoroltakon kívül ő neki járművekkel kell rendelkezzen, járművek közösségi tulajdonával, ez azt jelenti, ez a közösségi tulajdon, hogy ezeknek a járműveknek vagy a cég tulajdonába kell állnia, vagy pedig állami önkormányzati tulajdonban, vagy ennek valamilyen kombinációjában. A legmagasabb minősítés, vagy a legjobb minősítés, ez az úgynevezett C kategória. C kategóriában már nem csak közszolgáltatási engedéllyel, nem csak közösségi tulajdoni járművekkel, hanem saját közösségi tulajdonában lévő létesítményekkel is rendelkezik, vagy hulladéklerakóval, vagy valamilyen hulladékkezelővel, tehát egy sokkal magasabb szintű szolgáltatás elvégzésére képes. Ugye ennek a minősítésnek a legfőbb oka és indoka az, hogy a szolgáltatás minőségét és biztonságát biztosítsuk, fenntartsuk, illetve költséghatékonyabbá tegyük az önkormányzatok számára a közszolgáltatásnak a megszervezését. Hiszen a minősítés alapján a közszolgáltató ki tudja választani az illetékes önkormányzat, ugye az önkormányzati igényeknek megfelelő közszolgáltatót tud választani. Ugye a legtöbb önkormányzat esetében teljes körű szolgáltatásra lesz szükség, tehát előnyt élveznek a jobb minősítési kategóriába besorolt közszolgáltatók, azzal, hogy a rendszer megengedi a kisebb készültségi fokon lévő közszolgáltatóknak a munkáját, vagy a velük való szerződéskötést is. A törvényjavaslatunkat tegnap tárgyalta a kormány, elfogadta, és várhatóan már a holnapi napon benyújtásra is kerül az országgyűlésre.